A József Attila Színház társulata minden évadkezdés előtt megkoszorúzza Fodor Imre emléktábláját, aki a színház alapító igazgatója volt. Röviden arról szeretnék beszélni, hogy nagyon vigyázott az előadások tisztaságára. Mindig a színpad baloldal második oszlop mögött állt, és minden előadást megnézett, és ha valami nem úgy történt, ahogy a premiéren, akkor már szünetbe bejött és jelezte, hogy gyerekek, itt ezt nem kellene csinálni. Ha komoly baj volt, akkor pénzbüntetés is volt, de azt mindig visszaadta a pulyka pénzbe karácsonykor. Arról még szeretnék egy pár szót mondani, hogy őneki köszönhető ez az egész épület, hogy ez itt van. És soha nem felejtem el azt, amikor összehívta a társulatot, és végigvezette az egész társulatot, és bemutatta előcsarnoktól kezdve a főbejáraton keresztül a nézőteret, mert ugye az minden új volt és csodálatos volt, színpadot, és hát öltözők, mert öltözők nem voltak régen, a borzalmas körülmények voltak. És én emlékszem arra az időre, és ha Fodor Imre köztünk lenne, akkor biztos nagyon büszke lenne, hogy a József Attila Színház jelen pillanatban nem csak igazgató úr hatására nagyon-nagyon szépen alakult. Ő is végigvezette a társaságot az előcsarnokon, a nézőtéren és az öltözőkön, és büszke volt arra, hogy ez a színház így megújult és megszépült. A 2015-16-os évad újdonsága, hogy az emeleti foájéban két állandó kiállítás nyílt, Sztankai István és Rádai Imre munkásságáról. Néhai férjem, Sztankai István, 50 éves pályafutását felölelő fotókiállításának megnyitója, amiből ugyancsak egy kis részlet, 25 darab kép, de azért átfogja az ő művészetét, és főleg a József Attila színházbéli képei azok szinte, hogy is mondjam, mindegyik itt szerepel. A képek, ezt meg kell említeni, hogy a gyermekeinek, Ádámnak és Orsinak az ötlete révén az Országos Széchenyi Könyvtárból és a Színház Történeti Múzeumból lett összeszedve. Ott egy nagyon kedves múzeológus nő, Sipőc Maria, meg kell, hogy említsem az ő nevét is, mert rengeteget tett azért, hogy ez így összeálljon, és ennek a kiállításnak már van története, 3 hónapig a Bajor Gizi Múzeumban, a 13. kerületi önkormányzatnál, és Dunaújvárosban is vendégszerepelt, és most Pityu nagy örömére, mert valahol fönt látja, egy évadon keresztül, mert ő nagyon szerette, hogyha ki vannak téve a képei, és most egy évadon keresztül ki lesznek akasztva, vagy ki vannak akasztva, és ennek remélem, hogy nem csak mi, nem csak ő, hanem a közönség is örül. Ő itt nagyon komoly dolgokat csinált, nem csak a kispolgárokat rendezte mondjuk, vagy egy olyan eseményt hozott létre, mint a Bömbörinek a zenés bemutatója, bágyával szereztetett hozzá a zenét, és zseniális volt, de a Váljunk el, vagy 200-szor ment Komlós Jucival, óriási sikerek részese volt, és annak is, hogy itt kötelezőszerűen bemutattak fiatal orosz és magyar darabokat, ahogy az akkor divatban volt. Ez egy nagyon sikeres színház lett Fodor Imre igazgatása alatt, és annak egy jelentős főszereplője volt Ráda Imre, úgyhogy abszolút helyes, hogyha a színház rá egy kiállításra emlékezik. Hagyományt teremt a József Attila Színház azzal, hogy képzőművészettel foglalkozó színészeknek ad otthont időszaki kiállításhoz. Az első kiállító Szabó Sipos Barnabás színművész. Mindig tudok festeni, régebben többet tudtam festeni, mert fiatalabb voltam és több energiám volt, ugye a színház mellett éjszaka festettem, de aztán rájöttem, hogy a műfény nem elég jó ahhoz, amit mostanában csinálok, úgyhogy ritkán festek. Tehát ez egy szerencse, hogy most ennyi anyag összejött. Hát igazából nagyon sok kiállítás volt az utóbbi 28 évben már, amióta én festek, a sötét pincehelyiségtől a kocsmán, éttermen át, de ez mindig nagyon felemelő, amikor egy ilyen igazán képeknek való kiállított termet sikerül találni, és ez egyébként nagyon megtisztelő. És jó néznek ki a képek örülnek ennek a legjobban. Ha kellene neki adni címet, akkor én azt adnám neki, hogy ez a fényről és a sötétségről szól, és a fényről, a sötétségről, mint szülőkről és a gyermekeikről, a színekről. Az évad első bemutatója Shakespeare Otellója volt. A premier után Verebes István és a társulat gratulált az igazgatónak,
Nemcsák Károlynak, hogy újabb 5 évig igazgathatja a József Attila Színházat. Nagyon boldog vagyok, hogy megkaptam a lehetőséget a következő 5 évre, mert azt gondolom, hogy elkezdtünk valamit, de jó, hogy lehetőség van tovább folytatni ezt a munkát. Borzasztóan örülök neki, és hát köszönöm a döntéshozóknak, hogy így döntöttek.